Immár 12. alkalommal kapcsolódott Hajdúböszörmény a Szociális Munkanapja rendezvénysorozathoz november 13-án. Az ünnepi alkalomra minden e területen dolgozót vártak a Városháza Bátori termébe. Kis Attila polgármester köszöntőjében elmondta, még 1997-ben hirdették meg a Szociális Akció Nemzetközi Napját, amelynek a fő témája a kirekesztés elleni harc volt. A Nemzetközi Akciónap emlékére született az a javaslat, hogy ezentúl Magyarországon minden évben ez a nap november 12-e legyen a Szociális Munkanapja. A polgármester hozzátette, nagyfokú elhivatottság és empátia jellemzi az ezen a területen dolgozókat, a városvezetés célja elismerni, támogatni ezt az áldozatvállalást. Rendkívül nehéz és embert próbáló hivatás a szociális munka a mindennapokban, ezért különösen fontos, hogy megismerjük-e pálya szépségeit, nehézségeit. Az ünnepi beszédet követően a szociális munkanapi kitüntetéseket adták át. Elsőként Szabó Marian, a Szociális Szolgáltatási Központ munkatársa vette át kitüntetését. Szabó Marian, a Szociális Szolgáltatási Központ idősek nappali ellátásának szakmai vezetője. 17 éve dolgozik a szolgálatnál. Pályáját családgondozóként kezdte a Családsegítő és Gondozási Központ gyermekjóléti szolgálatnál. 2012. március 1-től az idősek nappali ellátásának szakmai vezetője lett. A mindennapokban 40 idős ember napközbeni ellátását, gondozását szervezi. Munkájához tartozik 2018-tól az új szolgáltatásként bevezetett demens személyek nappali ellátása. Jelenleg osztott munkakörben terápiás munkatársként is tevékenykedik. 2016-tól a Pródi lakosok számára nyújtott tanyagondnoki szolgálat szakmai vezetését is ellátja. Demokratikus vezetői stílus jellemzi, aki konszenzuson alapuló döntéseket hoz, amelybe bevonja a kollégáit is. Vezetőként a precizitás, következetesség és a segítőkészség jellemzi. Probléma megoldásban, szervezésben kivételes képességekkel rendelkezik. Munkáját példamutatóan végzi, mint szociális szakember, mert benne van az az érzékenység és az emberek nagyfokú tisztelete, amely elengedhetetlen ehhez a hivatáshoz. Szintén jellemzi az a határozottság és iránymutatás is, ami ahhoz szükséges, hogy a kollégák számára segítséget és támogatást tudjon adni. Nagyon-nagyon örültem neki. Azt gondolom, hogy ez a kitüntetés nem csak az én munkám eredménye, hanem a kollégáké, illetve a családomé is, és ezúton szeretném nekik megköszönni, mert azt gondolom, hogy eredményes munkát csak így lehet közösen a kollégákkal, illetve egy ilyen biztos és stabil családi háttérrel, mint amilyen hál' Istennek nekem megadatott. Marian, te az idősek nappali ellátásában dolgozol, a Szociális Szolgáltatási Központban. Mi jellemzi leginkább a napi munkavégzésedet? Hát legfőképpen 40 idős embernek a nappali ellátásáról gondoskodunk, a hétköznapi ügyeinek az intézését oldjuk meg, szabadidős programokat szervezünk legfőképpen, tehát ennek a szolgáltatásnak én azt gondolom, hogy az a lényege, hogy ezek az idős emberek ne legyenek otthon egyedül, ki tudjanak egy kicsit kapcsolódni, tartozzanak egy közösséghez. Az idősekkel való foglalatoskodás azt gondolom egy kifejezetten nehéz területe a szociális szférának. Mennyire éled ezt meg így te a mindennapokban? Igen, azt gondolom, hogy egy nehéz terület, de ugyanakkor nagyon sok pozitívumot is ad. Az, hogy idős emberekkel foglalkozhatunk, nagyon-nagyon sokat tanulhatunk tőlük, én azt gondolom, és ez mindenféleképpen jó. Nekem nagyon sokat segítenek a szüleim ebben, hiszen édesanyámtól is ezt láttam, hogy ő a saját édesanyját, illetve az apukámnak az édesanyját is gondozta, így hogy én így nőttem fel, ezt láttuk, ezt tanultuk, így hogy ezt szeretném továbbvinni és a munkaterén. Ezt követően Martonné Kocsis Györgyi, a Fazekas Gábor idősek otthonának munkatársa vehette át kitüntetését. Martonné Kocsis Györgyi 1999. június 1-je óta dolgozik a Fazekas Gábor idősek otthonában. Szociálpedagógus hallgatóként a főiskolai tanulmányok folytatása mellett kezdte meg szociális munkáját az intézményben.
Mosolygós, kedves személyisége eleve alkalmassá tette őt az idősek körében végzett segítő tevékenységre. Az eltelt 19 év alatt bizonyította rátermettségét a támogató szerep magas szintű megélésére. Az idősek és a hozzátartozók körében ismert és népszerű, szívesen és bizalommal fordulnak Györgyikéhez, bármilyen segítségre is van szükségük. Munkatársaihoz való viszonyulása is csak pozitívan értékelhető. Alkalmazkodó, segítőkész, ugyanakkor határozott egyéniség. Hát megmondom őszintén, hogy meglepődtem valamilyen szinten. Igazából már 20. éve ott dolgozom az idősek otthonában. Még nem volt részem ilyen kitüntetésbe, úgyhogy nagyon örültem, mikor a kollégák a szavazatukkal támogatták az én elismerésemet. A napi munkavégzésedet mi az, ami leginkább jellemzi a Fazekas Gábor idősek otthonában? Úgy gondolom, hogy mivel emberekkel foglalkozunk, és említett a polgármester úr is, hogy ugye az mai divatos kifejezés, illetve sokaktól hallhatjuk, hogy kiégtek a munkájuk során. Ugye én is mondhatnám, hogy 20 éve, hogy ugye ugyanazon a helyen dolgozom, de mégis ugye mivel emberekkel foglalkozunk, ezt abszolút nem érzem, hogy kiégtem volna, mert ugye, mint az élet más területén is, születünk, illetve van az elmúlás, meghalunk. Mindig cserélődnek, úgymond, azok az emberek, akikkel foglalkozunk, és ez mindig egyfajta, tehát színesíti egyféleképpen a munkánkat, hogy mindig más emberekkel, más életutakat ismerünk, meg más emberekkel ismerünk más élettörténeteket, és ez a tulajdonképpen erőt az újrakezdéshez, a mindennapokhoz, amikor egy mosolyt kapunk, vagy megismerünk közelebbről egy idős embert, elmondja, hogy minek körül, vagy esetleg, hogy miért szomorú. Kollégákra is jellemző, hogy cserélődnek. Ugyanakkor még mindig úgy gondolom, hogy a vezetőnk az, aki nagyon jól összefog bennünket. Mind a mindennapok során, mindegy-egy ünnepi alkalomattán, és én ezúton is szeretném megköszönni az intézményvezető asszonynak, Árándi Erzsébetnek, illetve valamennyi kollégának, hogy bizalmat szavaztak nekem, és ebben az elismerésben részesülhettem. Úgyhogy köszönöm szépen. A városi bölcsőde kisgyermeknevelője, Papné Sánta Ildikót is kitüntetésben részesítették. Papné Sánta Ildikó 12 éve dolgozik kisgyermeknevelőként a városi bölcsődében. A gyerekekhez való kötődését mutatja, hogy korábban 22 éven át a Kenézi Gyula Kórház gyermekosztályán dolgozott ápolónőként. Kiegyensúlyozott, derűs, empatikus tulajdonságaival harmonikus, jó hangulatú légkör teremt a gyerekek számára. Munkatársai, illetve a szülők és a hallgatók egyaránt örömmel dolgoznak vele. Évek óta részt vállal a kisgyermeknevelők gyakorlati képzésében, gyakorlati vizsgára való felkészítésében. Szeretetteljes, pozitív kisugárzása miatt szívesen térnek vissza és választják a szülők a második, illetve harmadik gyermekük számára is kisgyermeknevelőjüknek. Segítő és jó munkatárs, megszerzett tudását, tapasztalatát igyekszik átadni. Munkájában mindig tükröződik a rendszerető, nyílt és elfogadó természete is. Hát nagyon furcsa érzésem volt elsőnek, amikor megtudtam, nagyon meglepődtem, nem gondoltam arról, hogy éppen én leszek az, akit kiválasztanak, mert úgy gondolom, hogy sok kedves munkatársam van, aki ezt megérdemelte volna, de aztán valami miatt engem választottak ki. Aztán meg is ijedtem, az is igaz, mert az ember azért nem kap minden nap ilyen kitüntetést,
bárha jobban belegondolok, mégis kapunk, mert minden nap a gyerekektől. Csak akkor legfeljebb nem öltözünk szép ruhába, és nem kell, nincs ünnepség, de minden nap megkapjuk ezt a gyerekektől. És végül ezt meg is, hát örültem neki a végén, nagyon megörültem, mire úgy az egészet átgondoltam, nagyon jó első érzés volt. Amit szeretnék megköszönni a munkatársaimnak, a vezetőimnek. Hát igazából mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, éppen ezért mentem ilyen pályára. Elmentem egészségügyi iskolába, amit én már szerintem ötödikes koromban eldöntöttem, hogy oda fogok jelentkezni, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és nekem volt a családomban, a keresztmamám is a bölcsődében dolgozott, ő onnan ment el nyugdíjba, és én ezt mindig nagyon irigyeltem ezért, hogy ő itt dolgozhat. És végül is ezért választottam ezt, elmentem egészségügyi iskolába, aztán amikor ott végeztem, akkor eljöttem a bölcsődébe dolgozni, aztán hát az az igaz, hogy egy nyilván egy kicsit a több pénzkereseti lehetőség elvitt innen. Elmentem Debrecenbe, a Kenézi Kórházba, ott 22 évet töltöttem. Aztán, amikor 2007-ben, 2008-ban lett ez a lehetőség, hogy bővítették a bölcsődét, akkor örömmel jöttem vissza, amikor meg volt ez a lehetőség, és azóta is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ildikó, mit ad számodra a gyerekekkel való közös együtt munkálkodás, illetve a gyerekekkel való foglalkozás? Hát ezt igazán azt tudja szerintem, aki ebbe benne dolgozik. Minden nap rengeteg élményt kapunk a gyerekektől, rengeteg mosolytölelést, ami az erőt adja ahhoz, hogy holnap megint újra csináljuk. Nyilván vannak olyan napok, amikor nem olyan egyszerű. És este hazamegyünk, és végig gondoljuk az egészet, és akkor már csak a szépek maradnak meg. És nyilván ez ad erőt ahhoz, hogy holnap újból kezdjük. A továbbiakban Fazekasné Farkas Ibolya a Vörös Kereszt területi szervezetének vezetője vette át kitüntetését. Fazekasné Farkas Ibolya 2011-ben kezdte munkáját a Magyar Vörös Keresztnél, 2012-től pedig vezeti a helyi területi szervezetet. A Vörös Kereszt sokrétű tevékenysége kapcsán nem csak a lakossággal, hanem a város intézményeivel és munkahelyeivel is egyaránt folyamatosan kapcsolatban áll, így igazán szerteágazó tevékenységet kell koordinálnia. Évente 40-45 véradási alkalmat szervez a munkatársaival. Az első segélynyújtás, annak népszerűsítése és vizsgáztatása is a szervezetnél történik. Elsősegélynyújtó versenyeket szerveznek, városi rendezvényeken elsősegélynyújtó ügyeletet tartanak. Éves szinten 800-1000 főt szűrnek vérnyomás, vércukor, koleszterin és BMI értékre. Évente két alkalommal egy-egy hétig táboroztatnak ingyenesen rászoruló gyermekeket. Tartós élelmiszereket gyűjtenek és osztanak. A rászoruló gyermekek karácsonyán 100 gyermeket lát vendégül és ajándékoz meg a Magyar Vörös Kereszt Hajdúböszörményi területi szervezete. Az idősek karácsonyán egyedülálló időseket és a Vörös Kereszt idős önkénteseit várják. Feladatai közé tartozik a katasztrófa helyzetekre való felkészülés is. 2016-ban Hajdúböszörményváros önkormányzatával közösen megpályázták a humanitárius település címet, amelyet az idei évben is megkapott a város. Felavatták a Vörös Kereszt bázisiskoláját, és a Nők a családban és a munkahelyen című pályázat eredményeképp megnyitották a család és karrier pontot. Hát természetesen meglepődtem, nagy meglepetést okozott, és a szívem csücskében nyilván örültem neki nagyon. Hajdúböszörményiként azt gondolom valóban, mint itt a kisfilmben is elhangzott, rengetegen ismerik a te tevékenységedet, amely nagyon szerteágazó. Mit is jelent a te életedben ez a hivatás? Ez a hivatás? Mindent. Tehát annyira szerteágazó, annyira sokrétű, és annyira sok emberrel foglalkozunk, hogy ezt nem is lehet másképpen hívni, csak hivatásnak. Tehát a kisgyerekektől, az iskolás gyerekektől, az idős korosztályig, intézmények, felnőttek, véradók, kell ennél több, tehát igazán szélesen sok mindenkivel törődünk és foglalkozunk. Arra is emlékszem, hogy amikor egyeztettünk veled időpontot, nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen hétfőtől, tulajdonképp akár hétvégéig, sőt akár hétvégén is, véradásokat szerveztek. Mesélj nekem egy kicsit a napi munka, mit jelent számodra? Vörös keresztet. Reggeltől, estétől, reggelig, szombaton és vasárnap.
ez a munkájáról erről szól, és ezt nem is lehet másképp csinálni, csak hogyha hivatásának tekinti az ember, és maximálisan oda teszi magát. Kertész Andrea, a Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője is elismerésben részesült a Szociális Munka Napján. Kertész Andrea, a Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője. Eredeti szakmája ápolónő. Kezdetektől fogva az időskorúak témakörben munkálkodott. Karcagon egy idős otthonban kezdte meg szakmai útját. Előbb intézetvezető főnővérként, majd intézményvezetőként. Később a hajdubagosi emelt szintű idős otthon vezetője lett. Innen szakmai ajánlásra hívta el a Calvin téri református egyházközség vezető lelkésze. 2011. január 31-e óta dolgozik a Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központban. Kezdetben, mint gyülekezeti munkatárs vett részt a központ létrehozásában, és a működési engedély kiadásával kapta meg az intézmény vezetői megbízását. A szociális gondozó és ápoló képzésben óraadóként több szakmai tárgyat oktat, illetve szaktanácsadóként a hajdúszoboszlói református Anna idősek otthonának szakmai munkájában is részt vesz. A Calvin János Református Szociális Szolgáltató Központ egyedülálló abból a szempontból, hogy egy telephelyen tud olyan komplexitást nyújtani, ahol az először felmerülő nehézségektől kezdve az idős emberek élete végéig képesek segíteni a hozzájuk fordulókat és a fogyatékkal élőket. Az intézményben ellátott 6 szolgáltatási forma lefedi a szociális terület legnagyobb részét. Egyházi fenntartás alatt ki tudják egészíteni a hivatástudatot azzal a plusszal, amit a hívő emberek tudnak közvetíteni a rászorulók felé. Hát először is végtelenül meglepődtem, de nagyon nagy megtiszteltetés, különösen azért, mert én nem városi fenntartású intézményben dolgozom, hanem a Hajdúböszörmény Calvin téri egyház, református egyházközség fenntartásában működik ez a szolgáltató központ. Nem számítottunk arra, hogy a város ilyen szinten megtisztel bennünket. Andikának hogyan alakult a pályája? Én azt gondolom, tulajdonképp ma már, hogyha visszatekintünk, illetve ami a kisfilmben is elhangzott, egyenes volt ide az út a Calvin János Szolgáltató Központba. Mennyire van ez így? És mi is a napi munkavégzését mi jellemzi Andikának? Hát, hogy mennyire volt egyenes az út, azt nem tudom, de tény, hogy az elsők között szereztem a szociális munkás diplomát, és az elsők között vagyok, akik szociális munkásként mutatkozhatnak be ebben az országban. Úgyhogy valóban, ahogy elhangzott, Karcagon kezdtem, aztán Hajdubagossa kerültem, és viszonylag rövid időn belül a hajdúböszörményi gyülekezet hívására érkeztem a városba. Akkor még nem működött ez a központ, még akkor csak egy gondolat volt a szociális intézmény létrehozása, a presbitérium álma tulajdonképpen, és akkor 2011-ben kezdődött egy nagyon intenzív munka, amikor is az épületet át kellett alakítani, a szakmai munkát be kellett indítani úgy, hogy működési engedélyt szerezni. Úgyhogy ez nem egy átvett, egy táblacserével létrejött intézmény, hanem ez eleve egy egyházi intézménynek indult. 5 évre választottak meg első körben, és 5 év után újra bizalmat szavazott nekem a fenntartó, és így mondhatom, hogy az intézmény első pillanatától kezdve, az első pillanatát megelőzően itt vagyok, és itt dolgozom. Nagyon hálás vagyok ezért. A díjátadót követően Rozsnyi Fekete Csilla és Kapusi Kálmán műsorának tapsolhattak a megjelentek. Voltam még